Borsa Gedeon nekem az egyetemen tanárom volt. Amikor meg kellett adni a szakdolgozati témát, akkor hozzáfordultam segítségül, hogy tudná -e nekem történeti témát ajánlani. Ő kezembe nyomott egy listát, amiről választhattam, azok közül a nyomdászok közül, akiknek a nyomdai készleteit még nem dolgozták fel. Én Huszárgál nyomdást választottam, ezután ő átnyújtott nekem egy dosszét, amiben az ő huszárgállal kapcsolatos kutatásai voltak, azzal a mondattal kísérve, hogy innentől kezdve ennek a témának én leszek a legjobb ismerője ez hatalmas megtiszteltetés volt. Egyúttal kijelölte azt a mércit, aminek a mai napig igyekszem megfelelni. Az Eremeny kutatócsoport munkájába 2000-es év elején kapcsolódtam be, amikor a tipográfia honlap létrehozását Kezdeményezte a könyvtár. Ennek első lépéseként a Klávész Nyomdaadatbázis feladata volt, hogy ezt megvalósítsa. Egyébként ez is Borsagedon ötlete alapján született. A nyomda Nyomdaadatbázis a mindenkori Magyarország területén a kezdetektől, tehát 1473-tól az államosításig, 1948-ig tartalmazza a nyomdák nyomdászok adatát. Ez egy nagyon fontos segéd lett, az Országos Széchenyi Könyvtár feldolgozó munkát végző könyvtárosainak, mert ennek segítségével könnyebben meg tudták állapítani egy nyomtatványról, hogy az beletartozik-e a retrospektív magyar nemzeti bibliográfia gyűjtőkörébe. De azon kívül is segítséget nyújt minden olyan nyomtatvány, beazonosításához, amelynek impresszumadatai nem teljesek a tipográfia honlap másik része a kézi sajtókora honlap volt, ezt Ecsedi Judittal közösen készítettük el, aminek az volt a célja, hogy a kezdetektől 1635-ig a legfrissebb kutatások tükrében bemutassuk az akkor működő nyomdáknak a működését. És a tipográfia honlap használatát bizonyítja a felhasználói statisztika 2022-es évben a világ minden tájáról, 320 ezeret megközelít a felhasználók száma. A régi nyomtatványok kutatócsoportjában a másik feladatom a 2000-es évek második felében az úgynevezett eremény tehát kiegészítő tételek leírása volt. Ez azt jelenti, hogy az eremény első kötete 1971-ben jelent meg, tehát 52 évvel ezelőtt. És azóta számos olyan eddig ismeretlen nyomtatvány, nyomtatványtöredék vált ismerté, amelyek kerül, publikáció született. Ezeket úgynevezett szuplementum tételként írjuk le. Ez vonatkozik nem csak az első kötetre, hanem az eddig a megjelent összes kötetre is. A mai kutatók, ha véletlenül olyan nyomtatványt azonosítanak, amely nincs benne az eremény kötetekbe, akkor ez egy hatalmas tudományos teljesítmény számukra. Széchenyi Ferenc, amikor elkezdte a régi magyar könyvek gyűjtését, azzal a szándékkal tette meg, hogy archiválhassa a következő nemzedék számára a régi magyar múlt szellemi értékeit. Az eremény ugyanezt valósítja meg, az eredmény tételek a nyomtatásban megjelent szellemi értékeket archiválja. Ezt Reményeink szerint nem csak a tudósok és a számára lesz fontos, hanem az érdeklődő következő generáció is haszonnal tudja forgatni az eredmény köteteit, és reményeink szerint nem csak a most megjelenő ötödik kötet, hanem a hatodik kötet is elkészül a közeljövőben.